Táncos, zenés hívogatóval és felvonulással kezdődött a 14. Kukorica Fesztivál második napja Magyar Kanizsán. A rendezvény hivatalos megnyitója után a gyerekeké volt a főszerep, ugyanis 10 féle népi játékban versenyeztek. Volt kukoricavárépítés, kukoricafosztás, de patogatott kukoricafűzér készítés is. Gulyás Adél is minden évben részt vesz a fesztiválon. És mi tetszett a legjobban? Hát az a beledobálós, amikor be kell dobni a kukoricát a kosárba. És a mai napon miket fogsz itt kipróbálni? Hát megint azt, amit tavaly, azt a kukoricadobálós, meg azt a kukoricát szenni, meg kukoricát tenni. Kapitány Viktornak a kukorica morzsolás tetszett a legjobban. Morzsoltam a kukoricát. A kukoricát úgy kell morzsolni, hogy először a főthöz egy kicsit megkopogtatod, leesnek egy pár szemek, és aztán meg kézzel elkezded morzsolni, és aztán könnyebb lesz. A színes gyermekprogramok mellett volt még fűt kukorica, kirakodóvásár, görhesütő verseny és kultúrműsor is. A Tisza Néptánc Egyesület az eseményt azzal a céllal hívta életre, hogy a helyiek betekintést nyerjenek a régi korok, vagyis a kukoricához köthető tevékenységek és játékok színes tárházába. Léteznek, igen, léteznek szüreti napok, létezik paprika, hagyma fesztivál. Mi a kukoricához kapcsolódtunk, mivel ez a legközelebbi hozzánk. És akkor olyan hagyományokat próbáltunk föleleveníteni, ami a régi embereknek a mindennapjaiknak a része volt. A gyerekek manapság már nem morzsolnak kukoricát, nem válogatják a kukoricaszemek közül ki a rosszat, és erre építettük fel az ügyességi vetélkedőinket. A rendezvényen emellett a 3 nap alatt több mint 400 népzenész és néptáncos kap lehetőséget a bemutatkozásra.